az újságírók azt mondják, hogy a téma az utcán heverna, én most mára otthonról hoztam egy témát hozzám. Ő itt Chelsea, a 9 éves angol setter kutya, akivel szinte napra pontosan 9 éve osztom meg az életemet, és mindezért nagyon hálás vagyok, és ez a műsor róla fog szólni még akkor is, hogyha teljes valójában csak most szerepel benne. Szóval a felelős állattartás lélekre gyakorolt pozitív hatásai következnek most. Feküdj! Okos vagy. Jaj, van. A lövések sem tántorítják el Mócit a feladat teljesítésétől. A 6 éves magyar vizslának parancsra kell az akadályba rejtett dúvadat a vadászlábához hoznia a Soponyán 44. alkalommal megrendezett vizsla főversenyen. Farkas László évtizedek óta osztja meg életét négylábúakkal, rengeteg időt tölt velük, akik, mint a vadász mondja, családtagok, barátok és munkatársak is egyben. A vadászkutya vezető versenyekre is gyakran jár, nem véletlenül, hiszen a páros a legjobbakat hozza ki a másikból. Nagyon szeretek kutyázni, és nagyon jó kutyám van, és ennek a képességeit nem kihasználni, az talán vétek. A bensőséges kapcsolat, ami köztük van, a gazda szerint a szeretetnek, az odafigyelésnek és a sok közös játéknak, munkának köszönhető. Azt kell, hogy az ember nagyon szeresse a kutyáját. Nagyon szeresse, mert a kutya ugyanúgy, sőt, ha lehet még jobban viszont szereti. És ez alapfeltétele ahhoz, hogy olyan megfelelő minőségű munkát végezzen. A kölcsön, a szeretet, bizalom, másképp ha ez nincs meg, akkor nem képes a kutya kihozni azt, ami benne van. A helyszín még mindig Soponya, de az időpont egy héttel korábbi. Az ökocentrum területét akkor is boldog kutyások, pontosabban magyar vizslások lepték el. A tavaly alakult Magyar Vizsla Világszövetség első alkalommal szervezett ugyanis főtenyészvizsgát, melynek első napján a vadászkutyák küllemét bírálták. Színes szögellése, kitűnő mozgás. Szalai Csizmadi a Helga Németországban él és 4 éve van magyar vizslája. Azt mondja, mindenképp magyar tenyésztőtől szeretett volna magyar fajtát vásárolni. A családban összesen 4 vizsla van, akik vadásznak is. A gazda a főtenyész vizsgára a 16 hónapos fickóval érkezett, és kiváló minősítést kapott, mégsem ezért tartanak kutyákat. Ők nagyon-nagyon szeretik a gyerekeket. Nekünk 2 kisgyerek van otthon, egy 8 és egy 6 éves, és hát ők a központ számukra. Tehát mindenben otthon vannak, ha játszani kell, ha tanulni kell, mindig ott vannak a gyerekek mellett, úgyhogy bármikor számíthatunk rájuk. A helyszín most már egy székesfehérvári kutyaiskola, ahol szintén a kutyagazda kapcsolat erősítésén dolgoznak a párosok. Teker Norbert 3 gyerekes apukaként döntött úgy feleségével 1 évvel ezelőtt, hogy új családtagot választanak maguknak. Ő nagyon úgy érzi, hogy ő a 4. gyerekünk, tehát sok esetben úgy viselkedik, és sok esetben ki is tudja harcolni ezt. Tehát nem feltétlen jó ez, de ezt így fogadtuk el. 3 gyerkőcöm van, és én úgy gondolom, hogy valamennyire az, hogy egy állatot kell gondozni, az nagyon sokat jelent, és sokat tanulhatnak a gyerekek belőle. A pszichológus szerint a gyerekekre kifejezetten jótékony hatással bírnak a kutyák. Dorotovics Miléna azt vallja, a kutyák segíthetnek a kicsiknek nyitottabbá és empatikusabbá válni. Főleg érzelmi nyeresége van a kutyatartásnak, például az, hogy empátiára tanítja a gyerekeket, tehát mondjuk a kutya beteg és oltást kap és látja és sír és átérzi a fájdalmát, ezzel már rengeteg érzelmi készsége fejlődik a gyermeknek. Ami a legfontosabb, hogy rendszerességet, napi rendet ad a gyerkőcnek, mondjuk egy nagyobb gyerkőcnek már felelősség érzete is alakul a kutyatartással, a gondozással, az odafigyeléssel, és ugye a rendszeresség a gyermek lelki fejlődésében a biztonságérzethez nagyon fontos, hogy az meglegyen. A gyerekek és a kutyák önfelett játéka szinte semmivel sem pótolható. Olyan önfelett játék és örömforrás tud lenni a kutyával, amit más nem tud visszaadni, és olyan szociális és kommunikációs készségeket tudnak megtanulni a gyerekek, de akár a felnőttek is, magányos felnőttek a kutyákkal kapcsolatban, amit később szociális, kortárs kapcsolatokban, barátkozásban tudnak használni. Kis laza kocogás, fekszik,
fekszik, okos. Erről van szó! Lizzie az alapokat tanulja meg itt a kutyaiskolában, de ennél többet is ér ez a heti néhány óra közös játék. Segít nevelni a kutyát pontosan, hogy szót fogadjon a bizonyos parancsoknak. Tehát érdemes mindenképp, máskülönben sok esetben nem úgy viselkedik a kutya, hogy elvárnád. Tehát elmentek sétálni, esetleg biciklisét esetleg nem szereti, vagy aki futó, úgyhogy mindenképp ez hasznos, és szerintem nem is a kötelező, de nagyon-nagyon ajánlott minden kutya tulajdonosnak. És az, hogy teker Norbert ezeken az órákon, vagy éppen a napi séták közben csak magára és a kutyára koncentrál, további előnyökhöz juttatja. Amivel nekünk változott, és amit hozzáadott az életben, hogy egy kicsit az én idő az sokkal több. Tehát el tudsz menni kettesbe vagy a kutyával az erdőben, és akinek attól függ, milyen munkája, milyen stresszes munkája, ez viszont nagyon sokat segít a relaxációban. Na jó reggelt, jó reggelt! Göde Gábor az iskola vezetője azt mondja, teker Norberthez hasonlóan kezdi a legtöbb ember a kutyás életet, majd miután a kutya megtanulja az alapengedelmességi feladatokat. A gazdin nem hagyja abba az iskolába járást, hiszen ez a közös program a páros mindkét tagjának élményt jelent. Elsősorban az alapengedelmes dolgokat tanítjuk ugye a kutyáknak, láb mellett követés, ültetés, fektetés, illetve ugye a behívhatóság. Általában ugye ezt is szeretnék a gazdik. Viszont a tapasztalat az az, hogy amikor már hát többé-kevésbé ugye stabilan tudják ezt a kutyák, akkor már elsősorban azért járnak ugye, hogy egy plusz kikapcsolódást nekik is, illetve ugye a kutyáknak is ez. A kutyás élet természetesen nem való mindenkinek, csak azoknak, akik ismerik az állatfajta szükségleteit, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy azokat ki is elégítsék. Akkor viszont valódi, boldog, társas kapcsolat alakulhat ki ember és kutya között. Csányi professzor úr mondta például egy interjújában, hogy a kutya bolond az nem lesz. Tehát annak születik egyébként, és akármit is csinál, nem tudja gyógyszerre kikezelni, az lesz belőle, és a végén az lesz természetesen, hogy hazavisz egy kutyát. Meg kell találni az arany középutat a felelős állattartás tekintetében is. El kell azon gondolkodni, én azt gondolom, hogy az állat van-e értünk, vagy mi vagyunk az állatért, vagy pedig egy olyan szimbiózist akarunk vele kialakítani, amiben mindenki jól érzi magát, és úgy érzi magát, ahogy az ő természetének megfelelően adottságként a lehető legjobb. A szociológushoz hasonlóan vélekedik a kérdésről a pszichológus is. Dorotovics Miléna hangsúlyozza, a kutyatartás pozitív lelki hatásai akkor érvényesülnek igazán, ha ebben a kapcsolatban az állat is jól érzi magát. A kutyatartásnak a pozitív lelki hatásai akkor tudnak a leginkább megvalósulni, hogyha egy erős érzelmi kötődés van a kutyával, tehát egy tudatos kutyatartás van, tehát oda van figyelve a kutyának az igényeire, az életkori sajátosságaira, akkor tud lenni pozitív hatása. Dorotovics Miléna szerint a felelős kutyatartás kis túlzással, akár egy terápiával is felérhet. A kutyás élet számos jótékony hatással van a lélekre. Általánosságban az állatoknak a közelsége, jelenléte, csupán a jelenléte már egy feszültségoldó, hangulatjavító dolog. A kutya feltétel nélkül szereti a gazdáját, és ez az élmény a pszichológus tapasztalatai szerint óriási kincs. Ráadásul a hagyományos családokban nem is mindenki élheti át. A kutya talán ez a legfontosabb szerintem, hogy feltétel nélkül szeret. Tehát, hogy mindig ott van, nem kritikus velünk, nem csak akkor bújik oda, hogyha jó vagyunk vele, hanem akkor is, ha látja, hogy nekünk valami problémánk van, és ez nagyon-nagyon gyermekeknél is, felnőtteknél is az önbizalmat, a pozitív énképet nagyon erősíti. Egy kutya mindemellett a természethez és az aktív élethez is hozzásegítheti tulajdonosát. Aktívabbá tesz minket, sétáltatni kell, szabadba vagyunk, többet mozgunk, ez már az egészségünkre is jó hatással van. Ugye ugyanúgy, mint az embereknél az ölelés, a testi érintés, a kutyának a testi érintése is olyan hormonokat szabadít fel, ami a stressz csökkenti, a boldogság hormon szabadít fel, tehát már maga a kontaktus is örömforrást ad a szervezetünknek. Ehhez kapcsolódik a szociológus álláspontja, aki szerint a kutyatartás a természethez való viszonyt erősíti. Domokos Tamás azt mondja, az ember a környezet része, és a kötődésre alapvető az igény. Az ember mégiscsak a biodiverzitás része, tehát önmagában a természet része,
ezért alapvetően teljesen normális vele született jelenség az, hogy keresi a természethez való kapcsolódást, kötődést olyan helyzetekben, olyan szituációkban is, amikor esetleg beszűkül bizonyos terekbe, mondjuk városi terekbe az emberi népesség. Ennek a jeleit egyébként látjuk, tehát gyakorlatilag a változás egyfelől a természetben olyan, az emberi természetben nincs, én azt gondolom. Másfelől az erőforrások, a lehetőségekhez való hozzáférés okozza azt a fajta változást, meg nyilván ez az életmódunk, ami miatt új eszközökhöz, új technikákhoz, új praktikákhoz nyúlunk, amikor ki akarjuk elégíteni a természeti lényből fakadó vágyainkat. A szociológus hozzátette, a kutyák hasonló társadalmat alakítottak ki maguk számára, mint az emberek, így nem véletlen, hogy ezek a fajok lettek a legelterjedtebbek. Nem véletlen, az állatvilágban a kutya az a ebiológiai egyed, amelyik a legtöbb olyan típusú rokon vonást mutat a társadalmi szerveződések tekintetében, ami az emberi társadalomban is alapvetően megvan és jelen van. Göde Gábor nem győzi hangsúlyozni, hogy akár egy sima közös játék, egy-egy iskolai foglalkozás, netán őrzővédő tréning, vagy bármilyen kutyásport, a közös minőségi idő mennyi mindent adhat hozzá a kutyagazda kapcsolat erősítéséhez. Kutyával elsősorban úgy tudjuk ugye a kapcsolatunkat javítani, hogy minél többet foglalkozunk vele. Ez akár lehet alapengedelmes, vagy akármilyen engedelmes képzés, akár lehet játék is, tehát ugye a jó kutya-gazda kapcsolatnak elengedhetetlen feltétele az, hogy a kutyával foglalkozunk bármilyen szinten. A kutya kiképző gyermekkorában érintette meg először a kutyázás szele, de csak évtizedekkel később vált mindez a szenvedélyévé. Kisgyerekkorom óta szerepet töltenek az életemben a kutyák. Egész egyszerűen én is elkezdtem kutyaiskolába járni, és annyira megtetszett ez a dolog, hogy kitanultam ezt az egészet. Illetve még folyamatban van, mert ez ugyanolyan, mint bármi más szakma, sosem lehet eleget tanulni. Göde Gábor is egy kutyaiskolában kisdiákként talált rá az igazi hivatására jó néhány évvel ezelőtt. Kis túlzással azt mondhatom, hogy mindent, amint van rá lehetőségem, vagy a saját kutyámmal, vagy a párom kutyájával foglalkozom, illetve foglalkozunk, illetve azt is mondhatom talán, hogy ez egy hobbi és egy hivatás is egyszerre. Tehát a heti 7 napból biztos, hogy kutyázom, vagy itt, vagy adott esetben Szadán, Gödöllő mellett, tehát a mai napig én is tanítok és tanulok is. Ha nem is mindenkinek válik a hivatásává a kutyatartás, a felelős állattartók számára mindenképpen a szenvedélyük a házi kedvencük. Nem számít nekik sem az, hogy kistestű vagy hatalmas a jószág, hogy szőrös vagy éppen kopasz, hogy fajta tiszta vagy keverék, hogy törzskönyvezett vagy menhelyes, hogy fiatal vagy már idős. Nem sajnálják a kutyákra, illetve az általuk okozott kosz eltakarítására fordított időt meg a pénzt, mert tudják, a befektetett energiát sokszorosan visszakapják. Ja, és a szőrös, pontosabban ahogy mi hívjuk, a kutyás ruhákról nem is beszéltem. Egy idő után mindaz lesz. Kedves nézőink, ez volt az Úton magazin. Remélem, hogy két hét múlva újra találkozunk. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra. Szia! Okos!